Azért edukálunk ezzel a sorozattal, hogy megtanuljunk kultúrát szeretők és kultúrát partnerként élni. De mégis azt mondjuk, hogy ha már megtörtént egy ilyen félre menés, akkor ne tegyük rá ennek a terhét a hát partnernek. Igen, szóval előfordulhat. Igen. Nálad is, a igen. férjednél, igen. Igen. a testvérednél, a nem tudom kinél. Tehát valahogyan ne legyünk ilyen nagyon-nagyon intrikusak, nagyon-nagyon ilyen, ilyen elítélőek, hogy valaki mit tett, hogy tette. Ha neki az jó esett, akkor az élje meg kellemesen, és ne a negatív élményeknek az állandó indukálása legyen az, ami tönkre teszi a, nem csak a saját lelki hanem a kapcsolatát is. Na most, ha már megtörtént egy ilyen helyzet, és mondjuk kiderül, Igen. akkor hogyan tud felelősség teljesen és felnőttként és éretten bekapcsolódni. És viszonylag Hát bekapcsolódni mondjuk a partner ö, új módon, hogy, hogy az nem a kapcsolat halálához vezet, hanem mondjuk a kapcsolatnak a az újraértékeléséhez, vagy az újrakezdéséhez. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre? A megbocsátásra gondolsz, hogy, igen, hogy valahogyan igen, kijöjjünk igen. ebből a is igen, igen. Igen. Az mondani Azoknak, akik mondjuk belekerülnek egy ilyen helyzetbe, ők az áldozat, tehát, hogy ők az, akiket megcsalnak, de, de ott mégis van egyfajta olyan szeretet, és van mégis egy olyan fajta felnőtt hosszú távú gondolkodás, ami képes arra, hogy ezt a történetet. Egyik dolog az, hogy ha már valami megtörtént, akkor azt ne ragozzuk és ne, ne fújjuk föl, mint egy lufbalmot, uh -huh. hanem próbáljuk valahogyan levenni a, a kiemelkedő, emocionális vagy szexuális részét az egésznek. Hát elbotlottam, bocs, jött egy helyzet. Tehát valahogy értelmes magyarázatként zárjam le a történeteket. Tudod, igen. mit szoktunk mondani, hogy a megtörtént dolgokat nem tudjuk meg nem történté -e igen, 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 igen. Na most ugye ezzel lehet lovagolni három éven keresztül, amíg a kapcsolat teljesen meghal. Igen, meg egy életen keresztül. Vagy egy életen egy keresztül is egy igen, egy életen, igen, igen, igen. Vagy lehet azt csinálni, hogy jó, most teszek egy ilyen nagyon elegáns gesztus. hogy ezt most úgy vesszük, hogy nem csomagoljuk be, nem tesszük be a közös uh -huh. fényképpalbumba hanem azt mondjuk, hogy jó, ez megtörtént, te azt mondtad, hogy jó, ez többet nem. Tudomásul veszük, eltemetjük, mindenki túl lesz rajta, és akkor találjunk ki valami olyan lépcsőfokot, amint fölfele haladunk valamerre, ami egy kicsit kapcsolja az agyunkat erről az agyalásról, és erről a negatív élményről, vagy a bűntudatról, vagy a megholpázásról.